A szegény asszony gyermekei, magyar népmese, hol volt, hol nem volt, het-hetét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl, még az Andrásfava fenyves erdején is túl, ott az erdő szélénél volt egy házacska, s abban lakott egy szegény özvegyasszony. Annak a szegény özvegyasszonynak annyi gyermeke volt, mint az égen a csillag, még egyel több úgy tartott el a gyermekeit, hogy minden nap eljárt az erdőbe, rőzsét szedett, ágat gyűjtögetett, abból seprüt kötött, feltette a szekérkójára, és elhúzta a heti vására. Abból kenyeret, lisztet, cukrot, mindent megvásárolt, amire szüksége volt. Egyszer csak, hogy megy hazafele, találkozik a farkassal, és azt mondja neki a farkas, No, te szegény özvegyasszony, én most téged megeszlek, Megjelent a szegény özvegyasszony, na most mit csináljon? Azt mondja a farkasnak. Ne gyél meg engem! Én öreg vagyok, sovány vagyok, mit elhetné rajtam, hanem nekem sok sok gyerekem van. Elhozom azokat, edd meg őket, legalább egyszer jól laksz. Megörült a farkas. Jól van, nem bánom. Hozd el őket holnap. A szegény asszonynak esze ágába se volt elhozni, de muszáj volt valamit mondani. Másnap azt mondta a gyerekeinek, No, most elmegyünk a farkashoz, és mikor odaérünk, kiabáljátok azt, hogy Anyóka, farkas húst, farkas húst! A nagyobbak a rokoljáját fogták, a kisebbek a szekérkóba ültek, és úgy mentek a farkashoz. A farkas? Már várta őket. No, látom, elhoztad. Elhoztam, mind itt vannak. És odasukta a gyerekeinek. Most kiabáljatok! A gyerekek torkuk szakadtából kiabálni kezdtek. Anyóka, farkas húst, farkas húst! Meghallotta a farkas, s kérdi. Mit kiabálnak a gyerekeid? Nem hallod, farkas húst szeretnének enni. Jaj, fogd meg őket, hadd fussak el! Fogom én őket, de nem tudom, hogy meddig. A farkas se vette tréfának, s futás be az erdőbe. Ahogy futott, találkozott a rókával. Hová futsz, farkaskomám? Jaj, ne is kérdez, rókakoma, egy szegény özvagyasszony megígérte, hogy elhozza a gyerekeit, hogy megegyem, s majdnem ők ettek meg engem. Jaj, az nem igaz. Azok nem farkas farkashús, csak becsaptak, Elbolondítottak téged. Igaz, igazad van. Persze, hogy igazam van. Gyere, felülök a hátadra, s oda megyünk. A szegény özvegyasszony hátra nézett, s látta, hogy jön a farkas, És még egy rókát is hoz a hátám. Mikor közelebb értek, azt kiáltja. Látod, a farkas milyen hazug vagy? Azt ígérted, két rókát hozol, és most csak egyet hoztál? Hát ezzel mit tesznek a gyerekeim? Megjedett a róka, Leszökött a farkas hátáról, s futás be az erdőbe. A farkas is utána. Azt mondja neki a farkas, látod -e, hogy igazam volt? Igen, igazad volt. A szegény asszony a gyermekeivel hazament, a farkas még azóta sem merte közelükbe menni. Még mindig élnek, ha meg nem haltak.